Üres folyosók és széksorok a Szent Donát Kórház épületében a járóbeteg szakellátáson. A koronavírus járvány miatt a beteg ellátó épületek auláit és a büfés részeket lezárták, így a járóbeteg szakellátásra érkező betegek és a fekvőbetegek ellátásában dolgozó személyzet nem érintkezhet egymással. A járóbeteg ellátásra érkezőknek pedig az épület előtt kell várakozniuk, hogy ne zárt térben csoportosuljanak. A betegeket az asszisztensek személyesen hívják be a rendelésre, a rendelők előtt csak egy beteg várakozhat. Aki rendelkezik szájmaszkal, az kérjük tegye fel. Kizárólag csak sürgőségi betegellátás történik, ez alól kivétel a terhes gondozás amely hetente egyszer keddi napon vehető igénybe előzetes időpont egyeztetéssel. Kardiológiai, diabetológiai, nefrológiai és endokrinológiai gondozott betegeink kérdéseire telefonon kapnak választ, illetve segítséget. Fekélyes betegek sebészeti ellátása egyéni egyeztetés alapján történik. Telefonon folyamatosan rendelkezésre állunk, kérjük a személyes találkozások minimalizálását. A vészhelyzet bejelentése óta lejárt szakorvasi javaslatok automatikusan három hónapig tovább élnek. A kórház higiénés osztályának osztályvezető főnővére a hírcentrumnak elmondta, az intézményben jelenleg sem influenzás, sem koronavírusos fertőzése utaló megbetegedés nincs. A koronavírus elleni védekezés érdekében a Szent Donát Kórház számos megszorító intézkedést vezetett be. Fokozott figyelmet fordítunk a feltöltlenítő takarítás kivitelezésére és annak ellenőrzésére, mind a járó beteg, illetve mind a fekvőbeteg szakellátás területén. A bejáratainkhoz alkolos készfertőtlenítő töket helyeztünk ki. Biztosítjuk dolgozóink védőeszközökkel való ellátottságát, az eszköz országszerte tapasztalható hiánya ellenére is. Orvosaink, ápolóink és asszisztenseink a kórház által saját pénzből beszerzett egyéni védőeszközöket, sebészeti orszájmaszk és védekezés szempontjából még inkább hatékony FFP maszkot viselnek a higiénés szabályoknak megfelelően. Mindennapos harcok árán igyekszünk biztosítani a szükséges fertőtlenítőszer, mennyiségét, és naponta figyelemmel kísérjük a, a felhasználását, ám sajnos utánpótlás nélkül a mi készleteink is végesek. A Szent Donát Kórház betegellátó osztályain uv fényen rendelkező készülékeket használnak a fertőtlenítéshez, illetve módosították a kórház válsághelyzeti tervét is, kiegészítve az új koronavírussal kapcsolatban követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokkal.